Ezután egy kellemes májusi estén ismét sorsdöntő mérkőzésre került sor a Népstadionban. Magyarország válogatottja találkozik az Európa-bajnokság 5. selejtező csoportjában Hollandia együttesével. A holland válogatott Georg Kessler vezetésével legjobb összeállításába jött el Budapestre. De kitűnőnek ígérkezik a magyar csapat felállása is, hiszen ott van a kapuban Tamás, aki a jugoszlávok elleni mérkőzésen volt kitűnően bevált, Mészöly, Albert, Bene, Rákosi és a többiek. A szövetségi kapitány Iloszki Rudolf jól felkészítette csapatát erre a mérkőzésre. Középütt a két csapatkapitány. Mint a kisé gond terhelt lenne Albert Florian. Később kiderül, legalábbis az első fél időben, hogy nincs különösebb oka a gond terheltségre. A magyar csapat ugyanis nagy lendülettel játszott az első fél időben. De nézzük a választást. Albert Florian mosolyogva szorított kezet kollégájával, ott az osztrák játékvezetői hármas, középütt Marshall a vezető bíró, régi ismerősünk. Nézzük a pénzdarabot, a szerencse a magyar csapatnak kedvez, mi kezdjük a játékot tiszta fehérben, piros-fehér-zöld stráfozású mezben. Tehát a mieinknél a labda, és pedig Göröcsnél, aki ezúttal középpálya játszik, ötös számmal, tegyük hozzá mindjárt a kezdetén, ragyogóan. Albertről előre, nem jár messze a 16-ostól, Farkasi a labda, beteszi középre, de Albert fejéről vágodik vissza, és felszabadít a holland védelem. Nem sokáig újra a mieinké a labda, Ihász jön előre a holland térfélen, begurít középre, alakult át Göröcs révén a támadás, kijön egészen Benéig a labda, elhúz jobbra, kiadja még tovább előre Molnárnak, a lendületes jobb szélső betör a 16-oson belülre, egy csel, fölvágja azonban, megszól a bal hátvéd, tiszta 11-es, Mészöly áll a büntető rúgásnak, jobban lő, gól! 1-0 az eredmény, nézzük még egyszer a 11-est, Mészöly lő, gól, tehát a jobb kapuba mellett vágódott van lőven kapus mellett a hálóba a labda, 7. perc, Magyarország csapata 1-0 arányban vezet Hollandia ellen, ellentámadás a jobb szárnyon. Bent középütt azonban Mátrai a 11-es pontnál tisztázni tud. Újra előre lendülhetünk Göröcs révén. Albert kapja a labdát. Még jobbra, Felton azonban hazad és van lőven a kapus föltetheti. Tehát az első 10 perci játék után megállapíthatjuk, hogy a magyar csapat csatársora lendületes támadásokkal közelíti meg az ellenfél kapuját, a védelem biztosan áll a lábán. Most is ilyen könnyedén, tetszetősen hárítottunk 1-0-ás vezetésünknél, és aztán előre lendülünk, ott a jobb oldalon, kint a labda, azonban elszedik, és ellentámadás Kleiser fejjel, Tamás azonban biztonság kedvéért rádobja magát a labdára, bár az nem okozott különösebb gondot. Molnár hátra jött egészen a saját 16-osunkig. 20 perci játék után is biztosan tartjuk egy gólos vezetésünket, íme most is, de átszállt a labda jó magyar támadás végén, és ezúttal könnyedén háríthatott a holland védelem. Újabb támadás. Ott van Farkas előtt a labda, megáll egy pillanatra, kiadja jobbra. Ezúttal is Molnár fölnéz, jobban átível a másik oldalra, a kapus kiüti, és a kaput torkából sikerül az utolsó pillanatban állítani. Újabb lendületes ellentámadásunkat állítja meg a holland védelem a saját 16-osánál. Szinte minden pillanatban újabb és újabb tetszetős magyar támadás Mátrai kísérletezik. Előadását állítja a holland bal hátvéd, aztán újra Mátrai a labda. Most a változatosság kedvéért keresztbe átível a másik oldalra, Wallenen kijön, és kiököti a 16-osan belülről a labdát, Ihász belerúg egy nagyot, de kiperdül a vonalon túlra. 20 perc játék, vezetünk. 1-0 arányban Mészöly 11-es góljával, de érik a második magyar gól. Igaz, ezúttal holland támadás a jobb szárnyon. Bergholz a jobb szélső futna, elszűnts azonban, ott terep, és nagyszerűen szerel. Újra a hollandoké a labda. Leszedjük azonban a holland játékosoktól, és íme Wöhler partjelző, aki fél évvel később a Ferencváros Zaragoza mérkőzésen ismertünk meg előnyösen. Albert lő! És van lőve, az ötösön csípi el az éles lövést. Nagyszerű kitörési kísérlet volt ezúttal is Albertről. Újabb támadás, magyar részről a jobb szárnyon. Molnár teszi középre a labdát, ott azonban vált fönn, ezúttal szépen elhúzza. Középütt, megint a hollandok kísérleteznek, Groth teszi le jobbra a labdát, megint Bergholz lépeget hátrafelé,
Előre lendülnek a magyar 16-os tájékáról. Terelünk és benéli a labda, ellentámadás. Molnári, nem van az alapvonalnál, na most egy jó beadás. Rálát a labda a másik oldalra. Azonban sikerül kifejelni, Rákosi lövése pedig levágódik a védőkről. Remek támadás, Albertről előre bukkácsol, és a kiugró kapusban lővel leszedi lábáról a labdát. Vajon mit mondhat most, és mire gondolhat Albert Flórián? Hát bizony egy kis 11-es gyanús volt a helyzet, de 11-es azt talán kis és sok is lenne. Nézzük Grótot, ő tört előre, jó szerelés, remek labda. Már kialakulhat ismét Göröcs révén a magyar csapat támadása, félvonalnál egysel. Aztán betörési kísérlet a holland térfél közepére, meredek szöktetés, de ügyesen hárít a bal hátvéd. Előreadás és Bergholt a jobb szélső középüt próbálja fölvéni a labdát, még mindig az övé. Meredeken szöktetné a középcsatár Mulder. Jobbra kerül Grothoz, a holland csapat legjobb emberéhez a labda. Adogatás után, tehát tetszetős akció végén, előre tör, Szurbír a jobb hátvéd. Ő viszi fel a labdát, jobbal bevágja középre, Tamás azonban kijön és biztosan húzza le. 1-0 továbbra is, amikor újabb támadásunkat, Albert támadását a hátrahúzódó Kaiser bal szélső állította meg, visszakapja a labdát, a bal szélső egyébként kitűnően játszik, de ellentámadásban mi jövünk, mégpedig Molnár révén, a partjelző mutatja a bedobás, Molnár végzi el, körülnéz, okos labdát akar adni Benének, összecsapás, még mindig Bené kiharcolt a labdát, Göröcs pedig középre, a kapus kiejti, Bartos lő, gól! 2-0! Nézzük még egyszer ezt a pompás magyar gólt, érdemes megnézni, hiszen ez a második gól sorsdöntő volt a mérkőzés végső kimenetele szempontjából. Tehát ott a labda Benénél, visszajátszik Göröcs elé, lágyan középre ível, a kapus kiejti, nagyon ügyesen utat ki a holland védő közül Farkas Jancsi, bár hozzátehetem, hogy Göröcs labdája is mesteri volt. A kapus némileg ludas a gólban, bár az előtte álló védőjátékosok megzavarták. Mészői és Farkas góljaival, tehát 2-0-ra vezetünk Molnár lövése. Ezúttal elvágódik a kapufa mellett. Van löven, a kapus dobja előre, és aztán újabb támadás volt kialakulóban. Itt van löven egy kissé húzza a bal lábát. Ez azt jelzi, hogy a második félidőre kéri majd felmentését. Na de nézzük előbb Molnár. Ő húz föl, ott van Albert előtt a labda. Megy előre, na nézzük még ezt a támadást. Albert az első félidő végén 2-0-ás vezetésünk, félcsetlik-botlik, és ezúttal sikerül őt szerelni a holland csatársorának, mégpedig Kaisernek, a hátrahúzódó balszírsőnek. Az első félidő végén tehát Magyarország válogatottja 2-0 arányban vezet. Szünet után új kapussal vonult ki a holland válogatott Van Leeuwent, Duisburg váltotta fel, és a kapus mozgásán látszik, meg akarja mutatni valójában, mit tud. Meg is mutatta. Na de tartsunk sorrendet. Egyelőre azt látjuk, hogy a hollandok fiatal kapuvédője bemelegít. A holland csapat aztán kezdi a játékot, Mátrai azonban kitűnő mozdulattal csípi el, Alberti a labda, indulunk fölfelé. Ott van azonban Groth, a hollandok legjobbja, és már is a holland középpályán Bergholtzal vár. Ügyesen befelé cselezd, a jobb oldalról átkeveredik a bal oldalra, a magyar térfél közepén jár, támadja meg valaki. És végül sikerül hazadni a labdát. 2-0 tehát az eredmény Magyarország válogatottja javára, és mindenki azt várja, hogy folytatódik az első félidőbeli kitűnő játék. A hollandok azonban még keményebb ellenfélnek bizonyulnak, mint az első 45 percben. Örülünk a vezetésnek, de a hollandok fergeteges támadásokat vezetnek. Ott van megint a magyar kapu előterében a labda, egy sikeres mozdulat és bedobás a hollandok javára, de egyre támadnak. Szurbér, a jobb hátvéd is előre jön, a magyar 16-os tájékán Nüningái lövés és Tamás bravúros védéssel nyomja az alapvonalon túlra. Bergholz valamit magyaráz, cseles lesz a töglet, de aztán a magyar védelem is fölkészül, és ügyes hárítás után újra mi lendülhetünk előre. Mésző és Farkas góljaival tehát vezetünk, de megint a hollandok, a labda meleg a helyzet. Tamás kapus azonban az előretörő Groth lábáról leszedi a labdát. Bravúros védés! Nagyszerű volt Tamás megmozdulása ezúttal is. 2-0 tehát, amikor Albert próbálkozna támadással, Izrael azonban ezúttal nagyszerűen hári. Továbbítás Nüningához. A balosszekötő még a holland térfélen jár, a kezdő körben vágja előre a labdát, hosszú szöktetés, a jobbszárdi támadás Bergholtz révén igen veszélyes lehet. Nagyon szép volt azonban a mozdulat, a látványos szerelés, de újabb holland támadás, Szurbír lő gól! Húha! A
Fölszabadító rugás, oda került Nüringához, az egyből Szürbin lábára tette, nézzük csak, lő és gól. Védhetetlen gól, és Szűcs bügyében még egyszer jó nagyot rúg a labdába. 2-1-re módosult az eredmény, és most lesz csak igazán meleg a helyzet, hiszen a hollandok korán sem adják fel. Megint a jobb oldalon, elől ott van a jobb hátvéd, aztán beadja középre a labdát, és Tamás föltet. Jól van, meg lehet nyugodni. Minden esetre váratlan volt, hogy a hollandok nem csak rendületesen támadtak, hanem gólt is szereztek. 2-1 tehát, amikor Rákosi a labda, fölhozza, körülnéz, jó labdát akar előre ívelni, de várja a holland középhátvéd, és tetszetős mozdulattal fejeli le a labdát. 2-1. Tamás egy kicsit idegese, pedig mi rúgunk szögletet, a kapus azonban a jobbról beívelt labdát ügyesen hárítja. Kitűnő kapus a második félidőre beáll Dösburg. Nézzük a holland támadást, a mi szögletünkből holland ellentámadás. Hosszú labda előre, itt a magyar térfél közepén a holland adogatás kezdődik, Berkolci ugyanis a labda beteszi középre, és tetszetős rombolás, de még mindig harcolni, küzdeni kell Szűcsnek a labdáért. Megszerezte 2-1 tehát, amikor Albert primadonna mozdulatokkal tört előre, Vátrai a labda, levágódik, még egyszer utána megy, az alapvonalnál elcsípi, jobban bevágja, és a kapus felugrik érte, könnyedén magához húzza. Tehát 2-1 arányban vezet a magyar válogatott, amikor most Szűcsé a labda, előreadás, Albert jön föl, nyomja, ügyes mozdulattal, szép tiszta szereléssel a labdát. Megint a mi 16-osunknál óriási lehetőség kínálkozna, a lépés hátra, mert lesállás volt, a partjelző pontosan látta, szabadrúgás, tehát a magyar csapat javára, na egy jó ellentámadás, Farkasé a labda, visszajátszik, ott van Rákosi előtt, 2-1-es vezetésünknél, újra Farkas kapja meg, az ötössel egy magasságban belő középre, Bene mellett azonban ott a védő játékos és sikeres fölszabadító rugás, hosszú labda Nuningától. 2-1-es magyar vezetésnél már csak 2 perc van hátra. No, ezt a 2 percet még ki kell tartanunk. Nagyon meleg azonban a helyzet. E pillanatban ugyan Rákosi elhozza a labdát, de minden magyar játékoson ott áll holland partnere. Hosszú rúgás előre, a középhátvéd újra lefejeli a labdát. Megint adogatás következik, Bergholz teszi be középre. És a magyar 16-ostól nem messze nagy lövés, mint a bombáját azonban. Tamás újra bravúrral hárítja, 2-1. És 1 perc van hátra a mérkőzésből. Még egy viharos magyar támadás a jobb oldalon. Nézzük, sikerül-e Molnárnak betenni a labdát. Bal lábára helyezi, ballal beivel középre. És végül újabb fölszabadító fejes, látványos hátrahúzás Groth részéről. Ihás ott terem, nagyon szépen veti le a labdát, de elszedik tőle. Bergholz indítja az ellentámadást. Érdemes megnézni, hogy még az utolsó percben is milyen ügyesen adogatnak a hollandok. Turbér a jobb hátvéd teszi le a labdát. Még egy adogatás jobbra. Kaiser áthúzódott a másik oldalra. Bergholz, Groth az akció útja, de Groth labdája ezúttal talán elsőször a mérkőzésen rossz. Ellentámadás Alberti, betör a 16-oson belülre, még egy csel, és végül fölszabadít a középhátvéd. Fő, de szép lett volna. Az utolsó percben még egy kis pihenő. A két játékos Bergholz, Turbér és a magyarok részéről Ihás próbálkozik egy kis frissítővel. Utolsó percben járunk, 2-1 arányban vezet Magyarország válogatottja, és most már úgy tűnik, hogy sikerül a két nagyon értékes pontot megszerezni. Állt a játék, nézzük most, mi történik az utolsó pillanatokban. Rákosi a labda, körülnéz, egy jó ívelés át a másik oldalra. Gyerünk föl, gyerünk Albert, az övé a labda, szerel a holland védelem. Megint jöhetnek föl, de visszaszerzi Göröcs, és nagy harc a pálya közepén. Tamás is várja már a megváltó sípszót, aztán egy előreadást ügyesen elcsíp, Szűcs, de ott van még mindig a holland fiú, újra Szűcsé a labda, gyors meredek előreadás. Ott van Albert előtt a labda, 2-1-re vezetünk, na most meg középre, megkaparintja először Farkas, egy jobblábas lövés, gyerünk, lő, és a kapus még. A hollandok nem képesek sportszerűen elviselni a vereséget, Ihás leütik. Szorítónak tekintik a Népstadion. Az is biztos, hogy Szörvér, a holland játékos, nem az illemkódexból tanulta az udvarias viselkedést.